Sziasztok, Dáj vagyok, ez pedig egy beharangozó, kettő olyan videóhoz, amíg a mai napon fel fog kerülni szoros egymás után, vagy gyors egymás után van a csatornára. Történt ugyanis, hogy még október elején kaptunk kettő meghívást is, aminek nagyon örültünk, és utólag köszönöm ezt Meriemnek, illetve Ács Feri alias Fenrirnek, hogy meghívtak minket. Kettő eseményre kaptunk meghívást, a Sors Fintora, hogy sajnos mind a kettő október 24-ére szombatra esett. Így aztán nem tudtunk egyikre sem csapatosan felvonulni, de mivel mind a kettő nagyon szerettünk volna ott lenni, és nagyon szerettünk volna nektek is megmutatni, hogy mi is zajlik ezeken az eseményeken, ezért BC-vel úgy döntöttük, hogy megosztjuk erőinket. Ennek sajnos lett egy olyan hátrányos következménye, hogy ugye mivel ő ment az egyik rendezvényre, én mentem a másikra, ezért a teljes technikát és minden tudást alapba vetve az interjúkat is nekünk kellett készíteni, illetve a technikát is mi kezeltük, ezért aztán ebben egy jelentős visszalépést fogtok tapasztalni mind a hang, mind a kép minőségében, ezért elnézést kérek. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy kaptuk meghívást a 10. historikumra, ami egy történelmi wargamer találkozó, és a 11. kerületben volt Budapesten, illetve kaptunk meghívást a Red Wolf Cup-ra, ami egy 9. kiadású 40K verseny, 12 fő részvételével, ez Zuglóban volt szintén Budapesten. Úgy döntöttünk, hogy én reggel 8-kor, fél 8-kor kezdek a Red Wolf Cup-on, hiszen ide én neveztem, és készítettem egy interjút Ferrivel, Ács Ferrivel, aki a Red Wolf Cup-nak a szervezője. A másik helyszínen pedig Béci ment ki a 10. historikumra, és készített egy interjút Balogh Jánossal, aki a 10. historikumnak, és úgy általában a historikumnak az egyik szervezője, egy igazi wargamer, történelmi wargamer veterán. Ezt a két interjút fogjátok majd a két videó elején látni. Ezután az egyik videóban következik majd egy összefoglaló a Red Wolf Cup-ról, elsősorban az én szemszögemből, tehát én ezzel a tiranita sereggel indultam. Hogyan éltem meg, nekem mennyire tetszett, hogyan működött a sereg, tehát ez egy ilyen kis okoskodás lesz a részemről, de úgy oldottam meg, hogy közben életképeket fogtok látni, tehát nem engem néztek, amíg megint 20 percen keresztül beszélek arról, hogy jaj, szegény tiraniták milyen gyengék, hanem most legalább, még mindig én beszélek, hogy jaj, szegény tiraniták milyen gyengék, de legalább most valami olyasmi lesz alatta, amit azért ritkán láttok, mert egyedi volt és megismételhetetlen, hiszen Béci miután végzett a historikumon, a bemutatókkal, illetve az interjúval átjött Zuglóba, és folyamatosan felvételeket készített, amíg én ugye próbáltam a Hivemind katonáit tologatni az asztalon különböző ellenfelek ellen. A másik videóban pedig az interjú után egy gyors ismertetőt láthattok, majd Béci megpróbált minden egyes asztalnál találni valaki olyat, akinek volt kedve és indítatása beszélgetni a játékról. Így aztán, ha jól emlékszem, 7 vagy 8 történelmi wargame-ről is kaphattok egy rövid betekintést, valamint mindkét videó alá megpróbáltam ugye az összes létező elérhetőséget, meg mindenféle okosságot bezsúfolni, hogy aki érdeklődés mutat, vagy akinek esetleg ettől jön meg a kedve, akár a történelmi, akár a 40K játékhoz, az segítséget tudjon találni. Ennyi lett volna ez a beharangozó, és akkor néhány óra múlva következnek a videók. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!